Istenismeret, világosság, ez olyan nagyon tág fogalom, és nagyon paposnak tűnik, de azért mégiscsak világosan megmondták, hogy hogyan kell szeretni, hogyan kell megbocsátani, hogy hogyan kell a másik életet tudnánk élni. Hiányosságaink vannak, hogyha ezt nem jól koroljuk és éljük. Az ünnep mindannyiunk számára ugyanazt a, hogy egy kicsit túllépve a látható szépségen, az érzékeinkben és a szellemben is a lelkekben megragadható szépségre koncentráljunk. Azért titok, hogy mindig rejtve marad egy kicsit, de annak a középpontjához, az origójához mindig közelebb lehet egy kicsit menni. Férkőzzünk hozzá egy kicsit közelebb, lopózzunk hozzá közelebb. Hús adventet, bár mi görögkatolikusok bőtnek tekintjük, de mégis örömmel készülünk. Ének nevezett. Valóban karácsony az egyik legbensőségesebb, legtisztább, legszentebb ünnepünk, szó szerint az ünnepek ünnepe, Jézus születésének ünnepe, amely tudatunkban összefor a legszebb magyar kifejezésekkel: szeretet, boldogság, békesség, születés, család. Énnek ezt választottam, hogy nem vagyunk egyedül. És hát, hogyha belegondolunk abba, hogy évközben, az év más időszakában milyen sokszor vagyunk önzőek, hogy sokszor nem veszük észre a körülöttünk lévő értékeket, és akkor ilyenkor szinte elemi erővel tör föl az emberből az, hogy picit visszaadja azt, amit adott esetben szeretteitől, családjától, időben, szeretetben, kedvességben, megértésben elvett az év folyamán. Nem lennénk jók és igazak, hogyha azt gondolnánk, hogy a karácsony néhány napja alatt mindent visszaadhatunk, amit esetleg elmulasztottunk, vagy elhibáztunk az év más hónapjaiban, időszakában. De mégis, ha a törekvés megfogalmazódik bennünk, akkor azt hiszem, hogy jó úton járunk. Hogy valóban nagyon sokan vagyunk. És boldog karácsonyt mindenkinek!